Híradásaink során már beszámoltunk, hogy újra karcagi irányítás alá került a Szent Anna és Sámuel Gimnázium és Technikum. Most hírstúdiónk vendége nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta esperes úr a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Ebben a tanévben a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, ugye a Református Egyházközség fenntartása alá került. Mit lehet tudni a részletekről, a háttérről? A háttér az egy nagyon komoly szakmai és emberi, és ha lehet így mondani, hitbeli folyamat, mert nagyjából egy évvel ezelőtt vetődött föl, vagy merült föl, hogy az új jogszabályi helyzetnek köszönhetően egy olyan átalakítás kerül majd, és azóta meg is történt véghez vitelre a szakképzési rendszerben, közelebbről is az agrár szakképzés rendszerében, ahol a karcagi iskola, a karcagi mezőgazdász közösségnek az ősi iskolája, az bizony veszélybe fog kerülni. Nem abban az értelemben, hogy esetlegesen megszűnik, ám bár tudjuk nagyon jól, hogy bármi megtörténhet egy ilyen átszervezésnél, hanem az eddigi központi szerepe, az eddigi súlyponti szerepe az átkerült volna. Első gondolattal Kiskunfélegyházára, másik gondolattal aztán, hogy meg is történt, Csongrádba. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy eddig a karcagi iskola, a karcagi Szent Annai volt a hozzá köthető több iskolának egy központja. És egyszer csak azt veszi észre a karcagi iskola, hogy egy nagyobb konglomerátumnak, egy 11-12 iskolának a központja átkerült Csongrádba, és a határvidékre kerül. Azt már hallottuk korábban, és hogy ennek lettek volna olyan központosítási eredményei, hogy bizonyos képzéseket eleve azt mondta volna a fenntartó, az új fenntartó, hogy nem engedi ezt Karcagon, hiszen központosítanak. Másrészt pedig félő volt, hogy bizonyos a képzéssel együtt járóan bizonyos megszerzett eszközök is átkerülhetnek, hiszen hogyha egy központ irányít, akkor Karcagnak nincsen prioritása. Így merült föl, hogy mi, akik már középiskolát alapítottunk, saját középiskolánk van, hogy esetlegesen tudnánk ebbe segíteni. Természetesen ezért mondtam, hogy szakmai és hitbéli folyamat volt, hogy igen tudtunk rá mondani, hiszen egyfelől szakmailag nekünk ez egy új terep volt, de nem jelentett egy idő után már semmiféle gondot. Tudtunk vele azonosulni, hiszen eleve, ahogyan elmondtam a tanévnyitón, a földművesek, a régi redemptus családok, akik évszázadokon keresztül a mezőgazdasággal foglalkoztak, és mind a mai napig vannak, akik ugye mezőgazdaságból élnek, azok a földhöz, a termőföldhöz és a termőföld erejéhez vannak kötve. Mi sem mondunk mást, hogy a termőföld és a termőföld ereje, hogy az Istentől való adomány, azt ki kell aknázni, ki kell használni. És nemzedékről nemzedékre ki tudjuk mutatni, hogy a reformátusoknak ebben nagyon komoly szerepük volt, élharcosai voltak, mondom, a redemptusokat tessék meg, még a redemptus családokat. Tehát nem idegen ez szellemileg, lelkileg tőlünk. Másrészt pedig csak van tapasztalatunk, és a harmadik pedig, ugye ezért volt hitbéli kérdés, mert azt kellett, hogy mondjuk, hogy segítenünk kell annak a közösségnek, ahová tartozunk. Mi Karcagot tartjuk a legfontosabbnak, ezért nem akartuk elnézni, hogy Karcagról értékek, Karcagról jó emberek, diákok elkerüljenek emiatt az központosítás miatt. Úgyhogy igent mondtunk rá. Ez egy jó 9 hónapos komoly munka volt, és mind a mai napig nincs még lezárva teljesen, hiszen itt vagyon átadásról van szó. Természetesen a tulajdonos továbbra is Karcag városa. Ez a legfontosabb, hogy ezt akartuk mindenképpen megerősíteni. Itt helyben a tulajdonos Karcag város. Mi a fenntartás és ezzel együtt az üzemeltetés felelősségét és lehetőségét kaptuk meg. Semmiféle vagyon a kezünkbe nem került. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és stúdiónk vendége volt. Én köszönöm a lehetőséget.